Szakmai tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudásközpontban. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény a nyáron jelent meg. Erről beszélt előadásában a Belügyminisztérium osztályvezetője. A pedagógusok béremelése is szerepel az új szabályozásban. A törvény minimális összegeket határozott meg, ezek pedig gyakornok esetén 400 ezer bruttó forint lesz, pedagógusok, pedagógus 1 esetén 410 ezer, pedagógus 2 besorolású pedagógus esetén 430 ezer, mesterpedagógus 520 ezer, kutatótanár esetén pedig 640 ezer forint lesz minimum adhat, illetve kell minimum adni. Ezen felül van a 20%-os illetményeltérítés a kedvezményezett és a felzárkozott településeken, amit ugye említettem, hogy napokban megjelenik a lista, és rajtuk kívül még mindazon intézményben, illetve telephelyen ez a 20% kapható lesz, ahol a tanulói HH-s arány meghaladja 10%-ot, és felzárkóztató programot valósít meg. Július 1-e és november 30-a közötti időszakra kapják meg visszamenőlegesen a béremelést a közoktatásban dolgozó pedagógusok, legkésőbb december 10-ig az emelt bérüket. Az is elhangzott, hogy nyilatkozniuk kell a tanároknak, hogy vállalják-e a munkát az új törvényi keretek között. A heti kötelező óra szám 24 a szabályozás alapján. Ezen kívül az oktatási év ütemezéséről, a szabadságról, a szünetek időtartamáról is esett szó. A szakmai tanévnyitót 2015 óta rendezik meg Pécsen, hogy az iskola kezdés előtt tájékoztassák a pedagógusokat az adott év változásairól, a törvényi háttér újdonságairól.